Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy újabb havi összegzés lesz, mégpedig a 2019-es évem utolsó összegzős videója, a decemberi összegzés, így 2020 elején. Durva, de gyorsan elment a tavalyi év is. Na, hát nem olvastam tavaly decemberben túl sok könyvet. Ez valószínűleg annak tudható be, hogy vizsgaidőszakom volt, és inkább a vizsgaidőszak miatt ugye tanultam, amikor meg nem tanultam, nem nagyon volt kedvem olvasni, úgyhogy körülbelül összeszedtem a házban található legrövidebb könyveket, és azokat olvastam el. Szóval így 4 könyvet sikerült a hónapban kiolvasnom, amik elég rövidek. De nem baj, nézzük, miket sikerült kiolvasnom decemberben. Az első az egy Barangolás Európában rész is volt, szóval nem fogok most erről a könyvről sokat beszélni, hanem ide belinkelem azt a videót, és hogyha valakit jobban érdekel a könyv, akkor azt megnézheti. Szóval az első könyv, amit a hónapban kiolvastam, az Haldóra Torodzentől volt, az Ablak. Ez egy ilyen kis szépirodalmi mű, amit a Metropolis Media kiadótól kaptam, amit sokat gyára ismételten köszönök. És akkor, hogyha valakit így érdekel, hogy jobban miről szól, akkor itt megtalálják a videónak a linkjét. Egyébként ez egy nagyon jó kis könyv volt. A második könyv, amit kiolvastam a hónapban, tavaly, decemberben, tavaly, nem tavaly, mire ez a videó kimegy, 2020 lesz, tehát... Szóval, 2018 decemberében elkezdtem újra olvasni az Innenveld a sárkányodat sorozatot, mert mondom, ezt gyorsan újra lehet olvasni, rövidek a könyvek, tök jó lesz. 12 könyv, 12, havonta egy könyvvel simán kiolvasom, aha. Ez körülbelül szerintem tartott áprilisig. Addigra kiolvastam így mondjuk 4 könyvet a sorozatból. Úgyhogy most decemberben elolvastam végre az 5. részt újra. Mi ennek magyarul a címe? Nem tudom. Csak az angol címeket tudom, bocsánat. Szóval elolvastam az 5. részt az Így neved a sárkányodat szériából újra. Úgyhogy igazából erről sem tudok túl sok minden elmondani, főleg azért, mert ugye spoilerezni nem akarok. Aki még nem olvasta a korábbi köteteket, annak így is úgyis spoileres. Az a lényeg igazából, hogy ebben a részben elmennek a Meathead Library-be. Az a baj, hogy nem tudom magyarul, hogy vannak lefordítva az egyes dolgok, és így nem tudom megmondani, hogy pontosan mi történik a könyvben, mert se a neveket, se a helyszíneket, semmit nem tudok magyarul, de elmennek a tiltott kis könyvtárba, és végül is az egész kötet ott játszódik. Ez a helyszíne ennek a résznek, és ez erről szól. Tényleg nem tudok róla bővebben beszélni. Szóval igen, sikerült egy év alatt 5 részt elolvastam. A 12-ből. Legutóbb meg egy év alatt olvastam ki az egészet. Úgyhogy akkor még nem is volt meg az egész sorozat, hanem folyamatosan rendeltem be a részeket, úgyhogy ez most nagyon nem ment. Na mindegy, már majdnem fél úton vagyok az újraolvasásban. Jövő ilyenkorra talán kiolvasom. Igen. De ugye ez sem egy túl vastag könyv, ugye ez is jó vékonyka, 160 oldal, azt hiszem, körülbelül. Ez is csak azért 300, mert van itt benne ilyen extra rész, és hatalmas betűkkel van írva. Azután kiolvastam, ilyen kis hagyományszerűen minden karácsonykor elolvassuk, itthon jó, általában elolvassuk, a Grinch-et, a Hogyan loptál a Grinch a karácsonyt, azt hiszem most már át lett így fordítva, tavaly még olyan kiadás volt csak, hogy görcs, de nem baj, szóval a Grinch. Hát ugye a klasszikus kis sztori. Ez is van, vagy 30 oldal. Még oldalszám sincs benne. Szóval ez sem volt egy olyan túl megterhelő olvasmány, körülbelül 10 perc alatt ki lehetett olvasni. De ez egy karácsonyi kötelező irodalom. És nagyon jó karácsonykor olvasni, mert legalább egy kicsit karácsonyi hangulatba hoz, hogyha nem lennél abban. És tényleg nagyon, nagyon lightosat olvastam most a hónapban, de nem baj, kell ez is. Az utolsó könyv, amit kiolvastam decemberben, pedig Rainbow Rowell-től volt, az Almost Midnight. Ez igazából két rövidebb sztori egyben. Hát évelején, március környékén nagyon rákattantam Rainbow Rowell-re, és most megkaptam karácsonyra tőle ezt a könyvet, és körülbelül másnap ki is olvastam, de mint látható, ez sem volt egy túl nagy teljesítmény, ez is
153 oldal, szóval ezt is gyorsan ki lehetett végezni. Ez egyébként nagyon-nagyon jó volt. Hozta a Rainbow Rowell féle kis bájos kis romantikus részeket, főleg az első sztori, mert két sztori van benne, az első 4 évnyi szilveszteri bulit foglal magába. Ez azokon történt eseményeket írja le, és hogy az ottani két kis szereplőnk hogyan lesz szerelmes egymásba, és irtózatosan cuki történet, szóval nagyon-nagyon-nagyon jó volt olvasni, ilyen kis szívmelengető. A második sztori pedig egy az új Star Wars szériának a legelső része, ami volt az Ébredő Erőnek a premierje előtti pár napot írja le, ahogy három Star Wars fan, köztük a főszereplőnk Elena, kitáboroznak a színház elé, vagy hát mozi elé, és akkor ott ilyen, hát igen, ott táboroznak néhány napon keresztül, és ennek az eseményeit írja le. Az is aranyos volt, de nem annyira, mint az első történet mindenféleképpen sokkal jobb volt, mint a második. De nagyon cuki könyv volt, és már csak azt hiszem két Rainbow-val könyv maradt ki. A Landline meg az Attachments, nem tudom a magyar címeket, de még azokat el kell olvasnom, mert azok is ilyen fangirl, meg ilyen típusúak is. És ezek, az ilyen típusú romantikus könyveket szeretem. Ez volt azért rettenetesen megterhelő olvasási listám decemberből. Kommentben írjátok meg, hogy ti milyen könyveket olvastatok ki decemberben. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!